Folyamatosan érkeznek az adományok a Heroshoz a karácsony előtti időszakban. A menhely vezetője elmondta, minden segítség jól jön, hiszen jelenleg több mint 180-an várnak arra, hogy szerető gazdihoz kerüljenek. Mint tudja mindenki, a rezsiköltségek azok nagyon megnövekedtek, ezzel együtt persze állt egészségügy és minden, de nyilvánvalóan az is nagyon fontos, hogy az emberek hoznak például tápokat, konzerveket, hiszen ha ezeket az élelmeket már nem kell megvennünk, akkor ugye a többi adományt tudjuk fordítani a rezsire. Illetve hát a konzervek közül is főleg junior kutyamacska, mert nagyon szomorú az, hogy itt állunk a tél közepén, és közel 30 kölyök kutyánk van, és a cicóvoda is tele van kölyök cicákkal. Ehhez járult most hozzá székesfehérvári Fidesz frakció is, akik 110 ezer forinttal támogatták az állatotthonban dolgozók munkáját. Molnár Tamás elmondta, nem csak az ünnepek közelettével, hanem egész évben állnak a menhely rendelkezésére. Mit minden évben idén is a Fidesz frakció gyűjtés szervezett a saját tagjai körében, és pénzadományjal tudtunk segíteni a Herosz munkájában, és a jövőre nézve is a munkájukat segítve. Ami nagyon fontos, hiszen a Herosz munkáját a város is nagyban támogatja, most az év végén is egy plusz kiegészítést kaptak, amit természetesen a Fidesz frakció teljes többsége támogatott, illetve mindig, amikor évközben kérés érkezik a Herosz vezetőségétől, akkor mindenben állunk rendelkezésre, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az itt dolgozókkal. Az állatotthonban egyébként mindig szívesen fogadják az adományokat. Jól jönnek a konzervek, meleg ruhák és takarók, faforgács, hosszú csíkokra vágott papír is. A támogatásokat az adományládában bármikor el lehet helyezni, valamint személyesen is van lehetőség átadásra, minden nap 14 óra és 16:30 között.